Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Minden évben, február 19-én átadják a Magyar Ápolók napján, Kossuth Zsuzsanna születésnapján a Magyar Ápolóknak járó elismeréseket. Így van ez országosan is, és így van ez városunkban is. A közelmúltban beszámoltunk arról, hogy városunkban is nagyon szép elismeréseket adtak át, és egy restanciával tartoztam önöknek, hiszen az egyik esti mérlegbe behívtuk az egyik budapesti díjazottat, viszont a másikat még nem sikerült, de jelentem, hogy a mai napon itt ül velünk Fehérné Csepregi Vera, akinek nagyon-nagyon sok szeretettel gratulálok, hiszen egy miniszteri elismerést kapott február 19-én Budapesten, a Magyar Ápolók napján. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszöntöm én is a nézőket. Jó estét kívánok! Ugye én ott voltam, és volt szerencsém ezen a rendezvényen azt látni, ahogy pontosabban nem a budapestin, hanem a fehérvárin, amikor is önöket is megemlítették. Ugye 20-án átadták a fehérvári elismeréseket, amit a kórház adományoz, viszont önöket is megemlítették, akik ugye Budapesten elismeréseket vehettek át, és én azt láttam, ahogy átvette a talán főigazgató úr Virág Csokrát, hogy, és úgy is konferálták fel, hogy mindenki Verája. És mindenki nagyon-nagyon tapsolt, és látszott, hogy nagyon-nagyon őszintén gondolják, hogy ön ezt az elismerést megérdemli. Mi lehet a háttérben? Hát én amióta dolgozom a Szent György Kórházba, mindig arra törekedtem, hogyha bármilyen problémával, vagy kérdéssel fordulnak felém, akkor én azt mindig maximálisan próbáltam megcsinálni, vagy elvégezni, vagy olyan problémákkal jöttek hozzám, hogy segítsek a szakrendelésen bejutni valami vizsgálatra, mert probléma van, és nagyon nagy szükség lenne az orvosi segítségre, akkor én mindig megpróbáltam tűzön vízen át, tehát mindig próbáltam segíteni a betegeknek, illetve a hozzátartozóiknak, és a kórházi dolgozóknak, esetleg a volt nyugdíjasainknak, akiket még én régről ismerek, tehát mindig próbáltam segíteni. Na. És valószínűleg ez az oka ennek, hogy így konferáltak fel. Ez egyébként jellemző lehet akkor a kollégákkal való kapcsolatra is, ahogy én észrevettem akkor. Hát igen, azt hiszem, hogy jó kapcsolatom van a kolléganőimmel, nekik is mindig próbálok segíteni mindenféle helyzetben, bármi problémájuk van, akkor gyakran fordulnak hozzám, és mindig segítek. Ha jól tudom, akkor 37 éve van ezen a pályán, soha sehova nem mozdult. Hogyan indult? Igen. Mert hogy úgy tudom, hogy egy gyerekkori álom valósult meg. Igen, az általános iskolában, és általános iskolás voltam, és az anyai nagyapám került az urológiára, és hát én rendszeresen látogattam, és ott láttam, hogy dolgoznak a kolléganőim. És akkor mondtam az édesanyámnak, hogy én itt szeretnék dolgozni. És elérkezett a pályaválasztás, és hát a tanárnőm, az osztályfőnököm azt mondta, hogy hát téged nem vesznek ide fel, alkalmatlan vagy rá. Ezt mire alapozta egyébként ezt a mondatot? Hát azt nem tudom. Valószínű, hogy a tanulmányi eredményem nem volt kitűnő, és azt gondolta, hogy így nem is fogom megállni a helyemet az iskolába, de hát ugye természetesen régen úgy volt, hogy az osztályfőnök diktálta, hogy hova írjuk be a jelentkezést, és akkor úgy jelentkeztem. És hát természetesen azért beírtam a nővérképzőt, de másodiknak, vagy talán lehet, hogy harmadiknak, mindegy, az nem is érdekes, mert tehát nem az első helyen volt sajnos. És hát felvettek a mezőgazdasági iskolába, és megérkezett a papír, és akkor ott egy világom lett össze, gondolom. Hát teljesen kész voltam. És mondtam az édesanyámnak, hogy nem érdekel, hogy hogyan, meg mit csinál, de nekem segítsen oda bekerülni, mert én nővér szeretnék lenni. És akkor ő segített, és így átkerültem a Bugát Pál nővérképzőbe, és a szakiskolába fel is vettek.
Hogy teltek az iskolai évek? Nem volt hát egyébként az... ilyen tűiszony, vagy vériszony, vagy ezek szerint ez már kiskorban nem, úgy nem, alakult? Nem, hogy... egyedül csak a hányás, amit, amire nagyon emlékszem, hogy azt nem nagyon bírtam, de úgy igazából semmi. Nagyon, nagyon jó évek voltak, így utólag visszatekintve, mert akkor ugye az ember azt, már milyen jó lenne dolgozni, mert nem suliba járni, de... De mellett azért volt gyakorlat is, gondolom, így a nagyon sok alatt. Gyakorlat volt a szakiskolában, tehát és sokkal többet jártunk a kórházban, mint a szakközépiskolások. És akkor milyen területeken sikerült? Hát belgyógyászat, kisklinikum, fülorgégészet, szülészet, nőgyógyászat, gyerekosztály, de az urológián például nem voltunk gyakorlaton. Nem tudom, mi akkor még nem kellett gyakorlatra menni a kisklinikumok, de elég volt a fülorgégészet, meg talán még a bőrgyógyászat volt, ami így a kisklinikumba belefért. De az iskola elég jól ment, jól tanultam, nagyon jók voltak a tanáraim, és át akartak venni a szakközépiskolába, tehát a 4 évesbe. De hát aztán úgy voltam vele, hogy nagyon jól éreztem magam, jók voltak az osztálytársaim, és úgy gondoltam, hogy nem megyek én át a szakközépiskolába, majd leérettségizem, ha végeztem. Kollégista voltam, és hát ott is nagyon jó csapat volt a kollégiumban. Úgyhogy az egyik osztálytársamat el is vittem magammal az urológiára, és a mai napig is ott dolgozik. Az igen. Úgyhogy jó lenne, ha többen jelentkeznének a nővérképzőbe, és ilyen nagyon nagyon jó lenne. Az nem merült fel soha, hogy esetleg orvosi pályára menjen? Nem. Annyira nem. Tetszett már akkor is én, ez a... Igen. Nővérkedés? Igen. Én azt nagyon szerettem csinálni. Én mikor kint voltam a gyakorlaton, a kórházban, én mindig ott voltam valamelyik idősebb kolléganő nyomába, hogy mit segítsek, mit csináljak, mert ugye mindent úgy kellett csinálni, ahogy elvárták tőlünk, és amit szabadott csinálni, azt csináltuk, de természetesen felügyelet mellett, és hát mindig ott voltunk a nyomóba, hogy mit segítsünk. Szóval nagyon jó volt, nagyon jók voltak a tanítóim. És akkor az iskola elvégzése után hogyan folytatódott? Hát akkor oda mentem a főnővérhez, az urológiára, az akkori főnővérhez. Itt rögtön célirányosan az urológiára ment, hogy itt szeretnék dolgozni? Rögtön, igen, és akkor ott beszélgetett velem, és azt mondta, hogy menjek az igazgatónőhöz, és ő felvesz engem. És így is történt. És akkor rögtön 12 óráztam, és egy idősebb nővér mellé osztott engem is, és az osztálytársamat is, aki a kis Klára, ugye már mindenhol elmondtam, és ő megtanított engem mindenre, amit az urológiáról tudnom kell, azt mindent megtanított nekem. Nagyon jó volt. És akkor elérkezett egy hónap, és akkor Vera egyedül éjszaka. Hát ez elég kemény volt, De azért arra nagyon emlékszem, hát 40 beteg volt akkor az urológián, és egyedül éjszakáztunk, de ott volt az ügyeletes orvos. De az első éjszakámból úgy mentem haza, hogy semmimet nem éreztem, mert egész éjszaka rodeoztam. Tényleg ennyit kell dolgozni éjszaka egy kórházban? Hát mert egyedül, mint úgymond tanuló, mert hát még azért csak egy hónap telt el, és akkor mindig mentem, néztem a beteg műtétesek, nagyon sok műtétes beteg volt, nem úgy, mint manapság már, és hát sokat mászkáltam. Az mit jelent most, hogy így erre kitért, hogy mostanában már nem? Hát mert a kőzúzás például, vagy a... Ja, hogy az még régen műtéti úton ment. Így van, azok nyitott műtétek voltak régen, igen. Most meg már egy másfajta eljárás. Igen, hát most már húgycsövön keresztül, perkután, közúzás, ugye. No, elérkeztünk ahhoz a részhez, ami engem nagyon érdekelne, hogy, mert ugye beszélgettünk arról, hogy soha nem akart máshova kerülni, más területre, nem is volt, hogy ugye miért pont az urológia. Az ember így külső szemmel azt látná, hogy azért ez egy
legalábbis egy betegnek egy kényes téma, egy kényes rész, hogyha ha valami olyan problémája van. Beszéljünk egy picit arról, hogy tudjuk, hogy milyen betegségek, illetve milyen problémák lehetnek, és kiket érinthet. Egy nagyon picit azért említsük meg, mert szerintem nagyon-nagyon sokan nincsenek azzal tisztában, hogy pontosan mit akar az urológia fogalma. Ugye vannak ezzel kapcsolatban viccek is, hogy csak az urakat érinti, de hát nem, hiszen nem, a nőket nem, is. Nem. És ugye minden olyan belső szervet, én most így laikusként azt gondolom, ami kicsit itt lejjebb található, hogy ez minden a veséktől elkezdve a, hát a vese, mindent a hólya, tartozik ide. Úrétere, kúcső, here, műtétek, ezek mind itt. Tehát ami műtétet kíván, mert vannak ugye olyan osztályok, például a nefrológia, ahol szintén vesebetegek vannak, de ők nem műtéttel nem oldható meg a problémájuk, tehát minden, ami műtéttel megoldható, az az urológia. Tehát a veselműtétek, a hólyagműtétek, hereműtétek, daganatok, kövek. Mennyire félénkek vagy szégyellősek az emberek? Én azt gondolnám, hogy nagyon, de nyilván az orvosban bízik az ember, meg hát a nővérekben, de azért gondolom, hogy inkább nekik kellemetlen, mint önöknek. Hát változó, de általában szerintem most már egy kicsit oldódott ez a helyzet. Tehát régebben sokkal problémásabb volt, hogy bejön egy beteg a vizsgálóba, és akkor ott neki le kell vetközni. Azért most már valamivel oldottabb a helyzet. Inkább most az idősebb hölgyek, akik egy kicsit óckodnak attól, hogy most, mert ugye az urológiában az endoszkópos beavatkozások is, hogy mondjam, tehát endoszkópos beavatkozásokat is végzünk, és ahhoz hát le kell vetközni. Mennyire kellemetlen egy-egy vizsgálat? Az ember azt gondolná külső szemmel, hogy igen, az. Most csak egy prostata vizsgálatra gondolok, vagy a nőknél mondjuk akár egy katéterezés, vagy bármi. Hát inkább kellemetlen, mint hogy fájdalmas. Lehet, vannak nagyon jó szerek, érzéstenítő szerek, amiket nyálkahártyán keresztül felszívódnak, tehát igazából nagyon sok beteg érkezik úgy, hogy fú, nővérke, olvastam az interneten, hogy ez micsoda fájdalmas beavatkozás, és akkor mikor leszáll az asztalról, akkor azt mondja, hogy hát nem is volt olyan fájdalmas, inkább kellemetlen, mert ugye nem egyformák az emberek, nem egyformán élik meg a fájdalmat, és hát van, aki úgymond csalódik, mert nem volt fájdalmas a beavatkozás, csak inkább tehát kellemetlen. Tehát egy pozitív csalódás. Igen. Az a gyakoribb egyébként? Igen. Csalódnak? Igen. Főleg a férfiak, ugye, mert ott a húcső hosszabb, és meg két görbülete is van, tehát azt ki kell egyenesíteni, de a női betegeknél az a rövid húcső az nem olyan vészesen fájdalmas, inkább kellemetlen. Már ha ilyen hólyagtükrözésről beszélünk akár, vagy katéterezésről is beszélhetünk, mert az is ugyanilyen kellemetlenséggel jár. Ugye az évek során, ugye beszéltük, hogy 37 éve már pályán van, mennyiben látja másnak mondjuk a betegek hozzáállását, vagy mennyiben változott a helyzet? Vagy a nővérek és a betegek közötti kapcsolat mennyire alakult át esetleg? Hát én azt gondolom, hogy mikor én kezdtem a pályát, akkor sokkal többet tudtunk a betegekkel kommunikálni. Most sokkal kevesebb idő jut rá. Több a beteg is? Hát több a beteg, de ugye több az adminisztráció. És így kevesebb idő jut a betegekre. Tehát a betegeknek a lelkét azért kellene ápolnunk, de sokkal kevesebb idő jut rá. És ugye a lerövidültek a kórházban tartózkodási idők. Tehát a beavatkozások miatt is, ugye, mert a nyílt műtétek azok egy hétig körülbelül bent tartózkodtak a kórházba. Most már azért kevesebb a nyílt műtét, és kevesebb ideig tartózkodnak bent a betegek. Egy napos sebészettel például egy nap. Tehát akkor azt el lehet mondani, hogy régebben közvetlenebb volt a kapcsolat, mint ma? Hát igen. Na persze az nem azt jelenti, hogy most
nem vagyunk közvetlen kapcsolatban a beteggel, mert nekem volt olyan, nem is egy, olyan betegem, aki, vagy hát betegünk, aki nagyon beteg volt, és ott feküdt nálunk hosszú ideig, és olyan közeli kapcsolatba kerültünk, hogy amikor eltávozott tőlünk, akkor sírtunk mind a ketten. Én is, és mondjuk a hozzátartozó feleség, vagy a férj, és ott sírtunk a folyosón. Ez nagyon, hát ez még most is... Igen, ezt akartam kérdezni, hogy azért itt nagyon sok borzalmat is látnak önök. Igen. Sőt, hát ugye nyilván igen. Ez betegekről van szó, tehát csak rossz dolgokat látnak, főleg, hogyha ilyen kimenetele van, ezeket hogy tudják átvészelni és túltenni magukat ezen? Nehéz, mert ha ugye hosszú időt ott tölt a beteg az osztályon, akkor óhatatlanul is közelebb kerül az ember a beteghez, mert minden nap látja, minden nap ápolja, netentán eteti, mosdatja, kötözi, tehát nagyon közel kerülünk a betegekhez, és az nagyon, legalábbis én magamról beszélek, nagyon, nagyon rossz, fájdalmas szinte. Sok idő kell ilyenkor, hogy igen, nagyon ezen? Sok. Még mai napig is vannak olyan betegek, akikre emlékszem, hogy együtt sírtunk a folyosón a feleségével, és hát ez elég rossz, de net sajnos ez az életrendje, és megy tovább az élet, de igen, nagyon kellemetlen. Az osztályon egyébként hányan vannak így a nővérek? 13-an. 3 ápolási asszisztens van, a főnővér. Meg és azt még nem mondtuk, hogy ön egyébként főnővér helyettes. Igen. Igen, 20 éve főnővér helyettes vagyok az osztályon, és az osztályos ambulanciát is igazgatom, visszám, dolgozom. Meg ha kell az osztályon is, persze. És milyen beosztásban dolgoznak itt a nővérek? 12 órás műszakban dolgoznak, reggel 6-tól este 6-ig, illetve este 6-tól reggel 6-ig. De nincs ügyelet, úgyhogy igen nagy teher hárul a nővérekre. Már nincs ügyeletes orvosunk, hát a sebészek ügyelnek a mi osztályunkra. Uh-huh. És ott van az érsebészet is a mi osztályunkon. Azt tudom, hogy ön nem ugyanebben a beosztásban dolgozik, de azért voltak évek, amikor így, és igen, nyilván igen. Család is van. Hogyan tolerálja a család ezeket mondjuk éjszakákat, amikor nincs ott, vagy estéket? Hát én elváltam, ugye, mert korán férhez mentem, gyermeket szültem. Az volt az az idő, amikor egy kicsit elkalandoztam az osztályról, mert én Sárbogárdon laktam, és ott a sárbogárdi ügyeletben dolgoztam. Éjszakai ügyeletben, meg házi orvosnál, meg MÁV-nál helyettesítettem, ez azt hiszem 2 év volt összesen. Közben érettségiztem, meg építkezés, meg stb. És akkor elváltam, visszajöttem ugye az urológiára, és a férjem, aki most a férjem, hát ő elég jól tolerálja, ha bár már egy kicsit úgymond piszkál, hogy most miért nem jössz már haza, vagy bevigyem a pizsomádat netán, mert van olyan helyzet, amikor hát nem tudok nemet mondani, ha mit tudom én, késő jön a beteg, és akkor még ókázás kell, vagy katéterezés, és látom, hogy kevesen vannak a kolléganőim, mert ha én nem vagyok délután, vagy éjszaka, akkor neki kell beállni az ambulanciára. És hát ha látom, hogy kevesen vannak, akkor nincs szívem ott hagyni őket, akkor inkább én maradok, és én hallgatom a férjemet, hogy miért nem mentem már haza. De hát... hamarabb túljutunk a beavatkozáson, ha ott vagyok, mert minden tudok, hogy mi hol van, mikor mit kell tennem, és akkor így a kolléganő tud dolgozni az osztályon, mert valamikor egy nővér van egy ápolási asszisztenssel, és hát elég nehéz így dolgozni. Beszéltünk a betegekről való kapcsolatról, hogy egy kicsit átalakult a napjainkban, de mégis mi lehet a titka annak, hogy nyilván ön is nem véletlenül részesült ilyen elismerő oklevélben, mi lehet az oka annak, vagy hogyan lehet
úgy bánni a betegekkel, hogy ők azt tényleg úgy meghálálják. Most ezt nem anyagilag gondolom, bár nyilván erre is van néha példa, de hogy viszonozzák a kedvességet, a szeretetet. Hát az odafigyelés. Az mindenképpen nagyon fontos, és az együttérzés a beteggel. Mert amikor beteg, őt most az nem érdekli, hogy én most esetleg rossz kedvem van, vagy fáj a torkom, vagy otthon problémám van, vagy bármi. Ő neki az a problémája, hogy ő beteg. És ha beteggel nem megfelelően kommunikálunk, akkor az neki nagyon rossz, és akkor ő úgy érzi, hogy most akkor ő el van veszve, ő egyedül van, nincs mette senki. De azért mindig próbálok én a betegekre odafigyelni, és megfelelően kommunikálni vele, hogy ne legyen még ez is problémája, hogy bejön egy osztályra, és akkor még itt sem tudnak foglalkozni vele. Biztos sok mindent látott már ez alatt a 37 év alatt. És hát ugye mondta is, hogy nagyon sok, tehát hogy nagyon különböznek az emberek, más a fájdalom küszöbük, de hát azért itt elég sok mindent lehet látni, gondolom, hogy sokan kényesek, esetleg hisztisebbek is lehetnek nyilván egy-egy műtét után. Persze, persze. Hogyan lehet ezeket a dolgokat tolerálni, vagy kezelni? Hát nagyon, nagyon nehéz, mert főleg egy műtétes beteget megnyugtatni, eleve alszik, vagy ha nem is alszik, akkor el van kicsit kába, meg egyéb problémája van, és hát nagyon nehéz, minden esetre próbálja az ember megnyugtatni, fájdalomcsillapítót ad, mert általában ugye a fájdalom, ami egy kicsit nagyobb egy műtét után, és az nagyon kellemetlen a betegnek. Eleve ki van szolgáltatva, feküdnie kell, netán katétere van, meg még a hasa is fel van vágva, meg még fáj, tehát nekem muszáj a fájdalmat csillapítani, és egy kicsit a beteggel foglalkozni. Emlékszik kirívó esetre? Most ez lehet pozitív, negatív, bármi, vagy egy-egy olyan emléke hát van? Hát én egyre nagyon emlékszem. Nagyon régen volt, akkor még tanuló voltam az urológián, már ott voltam, és volt egy betegünk, akinek nefrektómiája volt, egy veseltávolítás, és a műtét után elkezdett vérezni, és bekerült az intenzív osztályra. És felhívott az akkori főnővérem, hogy holnap az intenzív osztályon kezdjek, és azt a beteget én lássam el. Tehát mosdassam, forgassam, és infúziót kössek be neki, más egyebet nem kell csinálnom, de oda be kell mennem, és ezt a beteget el kell látnom. És hát azóta én például az intenzíves nővérekre felnézek, mert láttam, hogy ott milyen munkát végeznek, és a mai nap csak biztosan még többet, mert ugye látom, sokkal többet dolgoznak, és nagyon sokrétű a munkájuk, de én ott akkor tanuló fejjel ott láttam őket, és komolyan azóta felnézek a kolléganőimre, akik ott dolgoznak az intenzív osztályon. És esetleg beteggel kapcsolatos olyan megmaradt emlék, ami úgy nyomot hagyott, van? Hát van, de most azt így hirtelen nem... Ez az egy, ez megmaradt bennem, és azóta is találkoztam a beteggel. Ugyan nem emlékszik erre a dologra, de bennem ez nagyon él, és hát biztosan fogok rá emlékezni örök életembe. Beszéltünk erről sok munkáról. Hogyan sikerül esetleg így a munka mellett kikapcsolni? Hogy mondjuk a néha felgyülemlett borzalmakat egy kicsit le tudja tenni? Hát ez nagyon nehéz. Nem mindig tudom letenni. Tehát ha hazamegyek, nem mindig tudom letenni, hogy most hazamentem, és akkor kész. Azért mindig jár az agyam, mindig van valami, ami motoszkál a fejembe, hogy kellett volna, vagy mit kellett volna tennem, vagy mit kellett volna jobban csinálnom, és nagyon sokszor nem tudom ott hagyni a munkámat. Még otthon is a fejemben van mindig. És kikapcsolódni? Hogy szokott? Hát kimegyek a kertbe, és ott nézek ki a fejemből. Mert... Van esetleg valami speciális hobbi? Hát a munkám a hobbim. Igen? Igen.
Igen. Nem, mert itt mindent. Mindent szinte. Hát nem azt mondom, hogy feláldozok, de nagyon sokat ott vagyok, és próbálok segíteni mindig. De én kívánom, helyzetben, hogy nagyon-nagyon sok emberen tudjon még segíteni, bár kevesebb problémával, és hogy egy picit azért néha tudjon lazítani is a jövőben. Próbálkozom, igen. És nagyon-nagyon gratulálunk még egyszer ehhez a nagyon szép elismeréshez. További sok sikert kívánok Önöknek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!